Nem, hogy nőtt volna, de 50 ezer lejjel csökkent tavalyhoz képest a Tomcsa Sándor Színház részére kiutalt költségvetés. A székelyudvarhelyi önkormányzat január végén ismertette az idei büdzsét, a színháznak kiutalt összeg igencsak meglepte az intézmény vezetőségét. Már tavaly is igen rövid volt a takaró, mint ismert, emiatt nem vállalták a szilveszteri előadást sem. Így, Nagy Pál igazgató szerint, az idénre tovább szűkült keret egyenesen ellehetetleníti a munkát, ha csak nem sikerül saját forrásból és pályázatok révén még egy ugyanennyi pénzt előteremteni. Hát ugye évek óta 623 ezer lej kapott a színház a városi önkormányzattól, most az idén ez 50 ezer lejjel kevesebb. Én azt mondom, hogy 623 ezer is nagyon kevés volt, tehát nagy erőfeszítéssel tudtuk az általunk kitűzött célokat megvalósítani, úgyhogy a mínusz 50 ezer ez ellehetetleníti az intézmény működését. Rengeteg munka van, rengeteg teendő, és ez a bizonytalanság ez sajnos társulaton belül is hangulatot eléggé rombolja. Tervezni a kevés pénz ellenére is kell. Ugyan tavaly az általuk elkészített szilveszteri előadás mellett a Dráma Színházi Fesztivál megszervezése is elmaradt, idén mindkettő szerepel a tervekben, és mellettük még számos előadás. Terveink szerint az idén három nagyszínpadi előadást terveztünk be, ebből ennek már az egyik bemutatója meg is történt. Ezen kívül a bábtagozat egy újabb, a sikeres Cókmók után egy újabb előadással jelentkezik, májusban jelentkezne. Szintén ősszel lenne egy a szokott gyerekelőadás, ami már 15 éve fut, tehát bérletes előadás. Van tervünk szerint egy stúdióelőadás is a menün, és természetesen a szilveszter előadásra is készülünk. Az intézmény vezetője úgy látja, hogy van még esély arra, hogy módosuljon ez az összeg. A város vezetőjét, Bunta Leventét ugyanis arra kérte, hogy beszéljék újra részletekbe menően a számukra kiutalt összeget. A találkozó a napokban esedékes. Most egy anyaggal készülünk, meg is egyeztünk a polgármester úrra, hogy fogadja a társulatot azért, hogy ezeket a zavarokat elhárítsuk, kitisztázzuk a helyzetet, és hogy a színház jövőjét közösen, tehát egyetértésben tudjuk meghatározni, úgyhogy én szerintem ez a napokon belül létrejön, és akkor én nagyon remélem, hogy ez a hangulat is feloldódik, és tulajdonképpen eredményesen fogjuk tudni zárni az évet a szokásos szilveszteri előadással. A lehetetlen helyzet sajnos a társulat hangulatán is nyomot hagy, többen már most jelezték, hogy megélhetési gondok miatt kénytelenek lesznek elhagyni az udvarhelyi színházat és más társulathoz csatlakozni.